Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, előre is elnézést kérek, hogyha közhelyként hangzik, de hát nem tudom másképp kezdeni a mostani beszélgetést, mint hogy stúdió vendégeink az élő példa arra, hogy az ének, a zene nem ismer határokat. A főiskola énekkara Franciaország után a tavaszon Franciaországban aratott sikert, a nyáron Szlovákiában is sikerrel turnézott. Stúdió vendégeink pedig Vas Márta, szakvezető, a főiskola női karának vezetője, és Kis Katalin főiskolai adjunktus, a kórus vezető ugyancsak. Milyen társasággal találkoztak Beszterce bányán a nyáron? A Beszterce bányai verseny, az a tizedik, ez egy rendszeres nemzetközi verseny, a Beszterce bányai egyetem rendezi tizedik alkalommal, és ez egy nemzetközi főiskolai egyetemi kórusoknak a versenye volt. Tehát ilyen szempontból a nemzetköziség most annyit jelentett, hogy Romániából, Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, illetve Magyarországról voltak most kórusok, és erre kaptunk mi most, hát nem meghívást, mert végül is bejelentkezéses volt a verseny. Ennek tudomásom szerint hagyományai vannak, hiszen már régen, amikor még a Lőrinc vezette a női kart, a Lőrinc tanár úr, akkor ő is volt kint az anői karán, nagyon szép sikert érte, illetve hát Kati fog, gondolom, tud beszélni róla, hiszen ő is a vegyes karral már volt kint ezen a versenyen pár évvel ezelőtt. Hogyan tapasztalták, mennyire közös a mi közép-európai repertoárunk, mert az elmondottakból úgy tűnik ki, hogy közép-európai egyetemek, főiskolák kórusai voltak. Mennyire érződik a szomszédainkon esetleg Kodály hatása vagy Bartók hatása? A repertoár egyértelműen közös abból a szempontból, hogy a zeneirodalom, a zenetörténetnek az elismert része, tehát Palesztrinától Kodályig, Bartókig egyértelműen közös. A kötetek, a kották azok ugyanúgy vándorolnak minden országban, viszont a verseny sajátos kiírása, hogy valamiféle saját helyi érdekű zenét is vinni kell, és ebben viszont nagyon nagy az eltérés mindenkinek a saját népzenéjére épülő, legtöbbnyire 20. századi feldolgozások kerültek műsorra. Mivel szerepeltünk? Milyen művekkel voltunk? A kiírás szoros meghatározást ad, hogy kell egy reneszánsz mű, kell egy romantikus mű, egy 20. század végi, egészen század végi, és egy saját népzenei ihletésű mű. Úgyhogy ez ebből a kategóriából válogatva. Mi zömében a francia anyagból vittünk, hiszen Franciaországban ott kifejezetten magyar anyagot kértek tőlünk, tehát ott a magyar kórus irodalmat kellett népszerűsítenünk, és éppen ezért a mi műsorválasztásunk az ebben az esetben, hogy magyar zeneszerzőt kell, de különböző stíluskorokból választottunk, illetve egy francia zeneszerzőnek a művét, Kocsárt, Karai Józsefet, illetve Liszt Ferenc tőle egy-egy művet énekeltünk. Mennyire jellemző erre a fesztiválra, hogy nyitott, hogy van közönsége onnan helyből, vagy idegenforgalomból, vagy a szokásos módon, ezzel most nem akarom egyáltalán megsérteni, de általában az ilyen művészeti műfajokban az van, hogy egymást nézzük. Egymást hallgatjuk. A versenyrész egyértelműen egymás hallgatása, ott még taps sincs. Az egyértelműen egy teljesen zárt ajtók mögött történő... Ez egy vizsga gyakorlatilag? Abszolút. Az egy komoly verseny, 7 tagú nemzetközi zsűri előtt, akik a nemzetközileg elfogadott pontrendszer alapján pontoznak. Viszont a fesztivál rendezősége nagyon odafigyel arra, hogy a szponzorok felé is, illetve a város felé is nyisson, szabadtéri koncertekkel, illetve iskolai kihelyezésű, rövidebb, nem versenyprogramot, hanem rövidebb, könnyedebb darabokat előadó kis koncertekkel kihelyezik ezeket. Szerették ezeken a koncerteken az egri fiatalokat? Ó, kifejezetten igen. Habár meg kell, hogy mondjam, mi ilyen szempontból, tehát ezek az este voltak ezek a szabadabb, kötetlenebb koncertek, és ott bizony elmozdult az egész a popularitás felé, az erősebb, tehát itt már ilyen hogy apácasóból részlet, meg hasonló mozgással minden, egész furcsán tűnt Whoopi Goldberg után a dolog, de végül is megszólalt, szóval zeneileg nagyon jó volt. Számunkra ugye furcsa volt, hogy ilyeneket, ott már sokkal több volt az ilyen nagyon könnyedebb, mi azért egy kicsit veretesebb anyagot vittünk oda is. Tehát mi azzal készültünk, mi azt énekeltük, de fantasztikusan magas színvonalú, nagyon jó kórusok voltak, szerepeltek ott. Tehát öröm volt hallgatni őket,
ezt is többek között. Tehát nagyon színvonalasan tudták zeneileg csinálni. De hát ehhez mondjuk a musicalhez az, hogy a látvány is hozzátartozik, nem csak a halvány. De hát klasszikus énekkari alapokkal ahhoz is tisztába kell azt lenni, hogy ilyesmit az csak, csak úgy lehet, hogyha a klasszikus énekkari alapokkal tisztában vannak, csak úgy tudják megcsinálni azt. Azt szokták mondani, hogy ez ilyen fesztiváloknak a legnagyobb értéke az, hogy tudunk egymástól tanulni, fölfigyelünk egymás dolgaira. Mit lehetett leszűrni? Hol tart közép-európai énekkari kultúra, és mi hol tartunk ezen belül? Hát eléggé elől, ez mondjuk, ez most ez a tavasz meg a nyár számunkra úgy nagyon bebizonyította, hogy lényegesen nagyobb a becsületünk, hogyha átlépjük a határt. Szóval itthon nem igazán. Az valahogy olyan természetes számunkra, az a Kodály országa, ami most már romokba hever ugyan, de amikor kilépünk, akkor valahol egy megbecsülés van, egy olyan fogadtatásban részesülünk, hogy kifejezetten örülünk neki. Én nagyon remélem, hogy az Unióval, majd azok a gyerekek, akik most ide járnak, és őket képezzük, elfogadottabb lesz az ő szakmájuk, mint amilyen az én korosztályomnak. Amennyit nekünk harcolnunk kell, a saját szakmánk elismerése. Én nagyon remélem, hogy őket Európában, hogyha az európai közösség tagjai leszünk. Nem tudok elmenni szó nélkül amellett, amit most úgy azért becsomagolva elmondott, hogy gyakorlatilag mi szlogenként használjuk azt, hogy Kodály országa, a valóságban pedig ez most már ez az építmény kezd egy kicsit lazulni? Hát én azt mondom, hogy erőteljesen. Hogyha csak azt mondom, hogy a Kodály országa, itt nem a módszerre gondolok, amit egyébként félreértelmeznek. Szóval azt hiszik, hogy a Kodály módszer az annyit jelent, hogy szóbuszáljunk reggeltől estig. Nem. A Kodály értelmiséget akart nevelni, és ez a legfontosabb. És azt a fajta jól felfogott polgári eszményt, amihez hozzátartozik, hogy ugyanúgy, hogy egy polgári léthez hozzátartozik, a zenei nevelés az ugyanolyan része volt. Nézzük meg bármelyik régi könyvünket, filmünket a régi polgári társadalomból. Minimum egy-két nyelven beszélt valaki, és az, hogy valamilyen hangszere bizonyos szinten játszott. Nem, Kodály nem zenészeket akart nevelni, Kodály zene értőket szeretett volna nevelni. Én ebben hiszem azt, hogy most nem ott tartunk, ahol kellene tartanunk. Kicsit térjünk vissza a kórushoz, mert ez egy külön beszélgetés témája, és lehetne esetleg, kiknek a munkája fekszik ebben, hogy Franciaország és Szlovákia nemzetközi sikereket hozott a főiskola kórusainak? Ki mindenki dolgozott ebben, hiszen nem csak ketten vannak, én most ezen az úton kérek tőlük elnézést, hogy nem mindenki lehet itt. A kórus műsorát kitalálni, és azokat a darabokat betanítani, és olyan szinten előadatni a gyerekekkel, az egyértelműen a Márta dolga. De nem lehet kifelejteni Marik tanárnőt, Marik Erzsébet tanárnőt, akinek a zongora kísérete próbán is, előadáson is nagyon komoly segítséget jelentett, illetve Franciaországban ő szólózott is. Nem is akárhogy. Krisztivel együtt, Váradi Krisztával négykezes esztek. Messze járok a valóságtól, vagy túlzok, ha azt mondom, hogy a tanszéknek a szellemisége is hozzájárul ahhoz, az értékrendje, ahogyan fölépíti a munkáját, hogy az énekkarunk ilyen sikeres lehet, a gyakorlótól elkezdve. Egészen. Persze. Szóval ez nagyon érdekes volt, hogy számomra az egyik legnagyobb öröm volt, persze nagyon örültünk annak, hogy sikerült olyan eredményt elérnünk Besztercebányán, amilyet sikerült, de Franciaországban is, itt Besztercebányán is megállapították, hogy egészen különleges csapat vagyunk, tehát például mondjuk a négy tanár együtt, hogy amilyen módon összedolgozik a négy tanár, és ez természetesen kihatott a gyerekekre, szóval én itt tényleg ez oké, felnőttek, benne vagyunk, de azért ennek az oroszlán részét azért én átadom a gyerekeknek, hiszen itt a főiskolai hallgatók a tavalyi negyed-harmad év volt benne teljes egészében szinte, illetve a kettes gyakorlóból két év folyam nagy gimnazisták. Ők alkották végül is ezt a csapatot. Én azt mondom, hogy az a fantasztikus mennyiségű, nagyon kemény munka, amit ezek a gyerekek végeztek. Én erre azt tudom utólag is mondani, és
ha lehet, akkor tényleg itt köszönöm meg nekik, pedig már megköszöntem egy párszor. Hallott a de... jó eső érzéssel hallgatom azt, hogy egy ilyen komoly munkát végző ember, hiszen nyugodtan mondhatná a karnagyasszony azt, hogy igen, hát a munkám. Nyugodtan mondhatná a tanárnő azt, hogy igen, hát a munkám. És mind a ketten arról beszélnek, hogy a másik mit tett ehhez a munkához. Ez valami hallatlan jó értékrendre utal számomra. Beszélünk rébuszokban, nem mondtuk ki a lényeget tulajdonképpen. Mit hoztak Szlovákiából? Kettőt hoztunk. Ez az egész fesztivál, ez három kategóriában versenyeznek a kórusok, női kari, vegyes kari és kamarakórus kategóriában. Mi indultunk a női kategóriában, az ottani kórusokból a pontrendszer alapján a legjobbként, kategória győztesként jöttünk. Tehát nem csak aranyérem, hanem kategória győztesként is jöttünk. Első hely aranydiploma. Mutassuk meg. Ez az. Az aranydiploma és első kategória győztesi diploma. A három kategória győztest pedig, a női, a vegyes és a kamara kategória győztes pontszámait pedig összehasonlítják, és a szlovák kulturális miniszternek a, fordítva mutattam, ez volt az, a szlovák kulturális miniszternek a külön díja, amit úgy hívnak, hogy a fesztivál nagy díja, az pedig a másik díj. És ezek is mi lettünk. Hát a zsűri döntése. Gratulálunk hozzá. Ez, ahogy én önöket ismerem, ez most egy mértékegység. Hogyan tovább? Mi ez a következő? Jó kérdés. Mire készülnek? Hát először is... Ettől már csak feljebb lehet lépni tovább. Így igaz, lehetne. Ehhez viszont azok a feltételek kellenek. Szóval itt nem véletlen hangsúlyoztam a gyerekek áldozatkészségét, illetve a kollégák áldozatkészségét, ugyanis ezt a sima mezei urakeretben, amit hivatalosan kapunk, nem. Több, úgy azt hiszem százas mértékrenddel kell mérnem, amit külön hétvégeken, hétvégi kórustáborokon, péntektől vasárnapig, reggeltől estig, külön próbálva, nem hazamenve, kollégisták itt maradva. Szóval minden ilyesmi, iszonyú mennyiséget áldoztak arra a gyerekek, hogy erre tényleg fel tudjunk készülni. Tehát a mindennapokban jó, kétszer egy héten van kóruspróba, sajnos olyan ütközéseink vannak, tehát a különböző órarendek, hogy nem tudunk teljes értékű munkát végezni, mert nincs ott mindenki. Nem tehet róla a hallgató, hogyha nem tud eljönni egy kóruspróbálni. Igen. Van úgy, hogy három felé. És hát ebből kifolyólag megpróbálunk. Az biztos, hogy a hozzáállásukat, illetve lett képződött egy olyan mag, akinek egészen más lett most valahogy a rálátása. Rengeteget fejlődtek ezzel a munkával. Tehát sokkal természetesebben, könnyedebben tanulnak, veszik az akadályokat, és én most abban bízom nagyon, hogy ez a mag most jelen pillanatban funkcionál, Isten éltesse őket, és azt szeretném, hogyha a bejövőknek ez lenne az etalon, és ők ebbe szoknának bele, és azt látnák, hogy ez így természetes. Tehát én abban reménykedem, hogy ebből majd lehet. A terveinket illetően meg kell, hogy mondjam, ha az ember elkezd egy kicsit szörfözni, akkor mindjárt körülbelül 79 darab kórusverseny, fesztivál. Csak kedvünk nincs hozzá, szóval... Nagyon sok kedve. Ez volt még a Közép-Európában ez az egyik legolcsóbb fesztivál egyébként, és kaptunk is segítséget a főiskolától hozzá. Gyerekektől is kellett beszedni pénzt, de kaptunk segítséget is. Bízunk benne, hogy megtaláljuk mindig közösen majd azt a forrást, ami megengedi megmutatni a tehetségeket, a tudást. Gratulálunk még egyszer a szép sikereikhez. Köszönjük szépen, hogy közreadhattuk ezeket a híreket, információkat, és befáradtak a stúdióba. Tartsanak velünk továbbra is, nézzük meg együtt a nézőkkel még egyszer a péntek reggeli hírlánc külön kiadását.